Rendkívül alacsony a vízállás a tolnai holtágakon. Az északi holták vízszintje mintegy 50 cm-rel alacsonyabb, mint tavaly. Ezt jól lehet látni a parton és a Stégen állva is. A déli holtágon is gond van, de nem ekkora. A vízpótlás jelenleg a faddi holtákból az északi holtákba, és déli irányból a Sióból a déli holtákba történhet. A faddi ágon azonban hasonló a helyzet, mint a tolnain. A Sióból pedig csak megfelelően magas vízállás mellett érkezhet víz a déli ágba. A vízszint az nem feltétlenül alacsony, hanem leginkább az a probléma, hogy a vízoszlop magassága alacsony. Tehát annyira el van iszaposodva már a meder, hogy nagyon kevés a víz a holtákba. Van olyan része a területnek, ez egy több mint 200 hektáros terület, ami a város tulajdonában van. Van olyan, ahol majdnem száraz lábbal át lehet kelni az egyik partról a másikra, és ez óriási probléma. Németh István, a Tolnai Horgász Egyesület elnöke azt mondja, az alacsony vízállás miatt a halak, a természetes ívóhelyek is veszélyben vannak. Úgy fogalmaz, ha ezzel a vízoszlop magassággal megyünk bele egy aszályosabb nyárba, és elindul az öntözés, még nagyobb baj lehet. Ezért szerintük a téli vízállás minimumát és maximumát kellene újra gondolniuk a hatóságoknak. A felhasználás mind a mezőgazdasági, mind az ökológiai, mind pedig a harmadlagos, nedleges felhasználás, gondolok itt a katalízis célú felhasználásra, az evezés, horgászat, a cél az egy, tehát mindenféleképpen én úgy gondolom, hogy ezek a felek megegyezhetnek abban, hogy a lehető legmagasabb vízállásnak a tartása kell, hogy legyen a cél. A vízügyi igazgatóság szerint nem sokára lesz lehetőség a vízpótlásra. Úgy gondolom, hogy a következő hetekben, hónapokban, amikor adódik egy csapadékos időszak, egy víz utánpótlódás, egy kisebb dunai árhullám netán, ugye itt a Zöldár még vissza van itt május-június környékén. Tavaly négyszer sikerült a Sióból vizet pótolni, ám az nem volt túl hatékony. Az aszályos idő miatt a beadott vizek a környező területek felé szivárogtak el.